Szervusz! Nagyon sok szeretettel köszöntelek a csatornámon, nagy örömömre szolgál, hogy itt vagy. Most az omlettek sorozatban csinálok most egy gombás omlettet, amihez 2 már megtisztított gombát fogok felhasználni. 3 tojást. Mutatom a fűszert. Himalája só, egy pici bors és egy pici kakukkfű. Kukorica, kartett burgonya keményítő, egy vőkanálnyi, egy csapott vőkanálnyi, olívaolaj. Ezek lesznek a hozzávalók. És hát teszek egy pici olajat már is. És a gombát azt fel fogom szeletelni vékonyra, amennyire csak tudom, szép vékonyra. Azért szeretem nagyon vékonyra, hogy együtt tudjon megsülni a tojással, mert nem kezelem előre, mert az én filozófiám szerint azért nem nagyon, amit nem muszáj, ezt ne kezeljünk még plusz. Tehát, hogy akkor megfőzni, megsütni, és akkor megint szalzazok, nem nagyon. Tehát az egyébként is a gombát nyersen is meg lehet enni. Én például szeretem tök nyersen. Tehát gombának nagyon kevés sülésre vagy főlésre van szüksége. Úgyhogy emiatt szépen ilyen vékony szeletekre szeleteltem föl. Igen, és akkor teszem a tojásokat. 3 darab tojást fogok felütni. És akkor ezt beleöntöm a kukorica keményítőt. A fűszereket és a sót. Majd elfelejtettem a tejet, kikészítettem, de ide rakom a tejet. És akkor beledobálom a gombákat. Így. Alapjáraton a gombát nem szoktuk megsózni, mielőtt még megfőtt volna. De most ez egy omlett, és ehhez tulajdonképpen nincs nagy jelentősége, mert percek alatt kész lesz. Átmegyek a sütőre, és akkor mutatom már is. Oké. Jön az olaj elég meleg. Jó, és akkor beleöntöm a masszámat. Ujjaj. Mindjárt fejjel teszem. Túl gyorsan sulassa, jó? Egy kis metélőhagymát szórok rá. Igen. És akkor.
ide hajtom. És még egy picit sütöm. Én az omletnek a véleményem szerint az a lényege, hogy belül egy picit ilyen folyós maradjon, vagy nem folyós, tehát ne süljön meg teljesen. Átmegyek a tányérra. Így. És akkor már kész is van. Készítettem paradicsommal, friss metélő hagymával, és már lehet is fogyasztani. Jó étvágyat kívánok hozzá, jó egészséget, szervusz!